Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ma már másodszor találkozunk délelőtt az árvízvédelemmel kapcsolatban, tájékoztattuk önöket. Most délután pedig arról szeretnénk beszámolni önöknek, hogy mára minden településen helyreállították az áramszolgáltatást Magyarországon. A múlt hétvégén egy évtizedek óta nem látott hóvihar söpört végig Európán, így hazánkon is. Magyarországon a közvetlen helyreállítási munkálatok a múlt hétvégén sikeresen lezárultak. Hála a magyar embereknek és az állami szerveknek, szervek dolgozóinak hosszú évek óta nem látott együttműködésén és szolidaritásának köszönhetően. Az utóbbi napok legnagyobb küzdelme vitathatatlanul az áramszolgáltatás helyreállítása volt. Ezen problémák megoldása technikai jellegük miatt több szakember tudását vette igénybe. Az áramellátási gondokkal küzdő településeken eközben mind a vagyonvédelem, mind a biztonság miatt a rendőrök folyamatosan dolgoztak, biztosították mindezt. A több napos megfeszített munka eredményeképpen be tudom most jelenteni önöknek, hogy a mai napon végre sikerült maradéktalanul helyreállítani az áramszolgáltatást minden magyarországi településen. A vihar okozta károk helyreállításában kiemelt szerep hárult a katasztrófavédelemre, a honvédségre és a rendőrségre is egyben. A helyreállításról a katasztrófa elhárításában résztvevő védelmi szervek vezetői adnak részletes tájékoztatást önöknek. Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőség főigazgatója, dr. Benkő Tibor vezérezredes úr, a Honvéd vezérkar főnöke, és Papp Károly rendőrvezérőr nagy úr, az Országos Rendőrfőkapitány. Megkérem először Bakondi György urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Majd néhány szlájdot kivetítünk, hogy áttekinthetőbb legyen a helyzet. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy a viharos időjárás következtében 13 megyében Baranya, Békés, Borsod, Fehér, Győr, Hajdú, Szolnok, Komárom, Somogy, Vas, Zala, Veszprém és Szabolcs megyékbe következtek be vezetékszakadások. Ez összesen 135 települést érintett. 318.432 fogyasztóhely, ez nem ennyi ember, ennyi fogyasztóhely. Az áramkimaradás nem csak a világítás vagy a hűtők használatát, hanem nagyon sok helyen a vízellátást, a szennyvízkezelést is érintette. Egy rendkívüli erőfeszítéssel sikeresen 18-ára a legtöbb helyen helyreállítottuk, kivéve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, és erre szeretnék összpontosítani a szlájdokkal és a helyzet bemutatásával. Nézzük mindjárt az első szlájdot. Tehát itt látható a veszélyhelyzetkezelési központba beérkezés. EON információk alapján akkor 96 település volt Szabolcs megyében érintett. Összeült a Megyei Védelmi Bizottság, és itt egy térképet mutatnék meg. A térkép mutatja a pirossal jelzett területeken, ahol az áramkivaradás megtörtént, tehát jó több mint fele Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Ez abszolút megszakadt itt minden áramszolgáltatás, később majd mutatok néhány szlájdot a pusztításról is. A szolgáltatásból kiesett települések számának az alakulását mutatja a következő szlájd. Látható, hogy 15-én volt a legmagasabb, és a rendkívül erőfeszítések következtében ma reggelre már csak 9 település volt érintve. Déli órákra ezt is felszámoltunk. Szolgáltatásból kiesett fogyasztókat láthatják, itt már hangsúlyozom, csak Szabolcs megyéről beszélek, 83 ezer ember volt a legmagasabb, ez ma déli adat még 46 fogyasztóhelyet jelez, azóta ezt megszüntették. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a honvédség, a polgárőrség, mentők, közút, speciális egységeinket bevetettük, a Hunor speciális mentőszervezetet is, részben tudásuk, részben speciális felszerelésük miatt. Itt látható az a szlájd, hogy hány embert és hány technikai eszközt alkalmaztunk Szabolcs megyébe az áram ellátás újra biztosításába. Láthatóan 61 darab aggregátort biztosítottunk a katasztrófavédelem készleteiből 43 település részére. Itt látható, hogy melyek ezek a települések és oda hány darab került kiadásra. Nyilvánvalóan alapvetően az ivóvíz ellátás, a melegedő helyek biztosítása, szennyvízkezelés volt az elsődleges, amelyet aggregátorokkal biztosítanunk kellett a térségbe. Itt van egy szlájd a Nyíregyházi Városüzemeltetés közreműködésére.
láthatóan itt van egy a Magyar Honvédségnek egy főzőkonyhája, föl vannak sorolva a települések, erről a vezérezredes úr majd bizonyára fog szólni. Itt látható egy térkép, amin a Hunor katasztrófavédelmi mentőszervezet kvados felderítőit mutatják, a rendkívül nehezen járható terepen, részben helikopter, részben kvadokkal kellett felderíteni és hajszál pontosan beazonosítani, valamint a helyszínre szállítani. Ezen a képen látható a vastraverzeknek a képe, részben kidültek, részben eltörtek. De ez nagyon nagy számba, tehát ez hatalmas munka. Itt látható egy Hunor mentőszervezet rendőrségi helikoptert alkalmaztunk, pedig különféle képek vannak a páncélosok alkalmazásáról. Láthatók azok az utak, körülmények, amiben a éjszakai órákban is és nappal is alkalmaznunk kellett az erőinket. Rendkívüli rossz terepviszonyok, rendkívül rossz időjárási körülmények között, rendkívül nehezen járható terepen kellett helytállnunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy a darukat trélerrel, páncélossal lehetett bevontatni az emelés helyszínére, és utána azzal együtt lehetett kihúzni, különben elmerült volna. Láthatóak itt további szlájdok az ott közreműködő irányító törzsről, és a legvégül pedig látható az a korábbi helyzet, de hát tulajdonképpen ennek a helyreállított helyzet, amelyik a nagy feszültségű vezetékeket illeti. Ez tehát most Szabolcs-Szatmár megyében a helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tábornagyúr, és most megkérem dr. Benkő Tibor vezérigazgatós urat, hogy tartson meg beszélni. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Magyar Honvédség erői technikai eszközei március 16-án kerültek kirendelésre az említett térségbe. Elsősorban úszó harcjárművek, úgynevezett PTS eszközök, ismert, hiszen árvízvédekezésnél is mindig alkalmazzuk ezeket az eszközöket. 10 ilyen úszó harcjárművel vesznek részt katonáink a mentésben, hiszen a terep, ahogy a Bakondi tábornok úr is elmondta, megközelíthetetlen. Csak ilyen eszközökkel lehetett bejutni a villanyoszlopokhoz, a sérült vezetékekhez, és ezekről az eszközökről hajtották végre az áramszolgáltatók a bontásokat, és akár helyreállításának egy részét. Ezen kívül 4 darab nagy teljesítményű vontató gépjárművel vagyunk jelen, és ahogy az ábrán is, illetve a dián lehetett látni, azt a feladatot kaptuk, hogy 18-án, mintegy 10 településen, 5000 fő részére biztosítsunk melegétkeztetést. Ezen kívül aggregátorral veszünk részt az energiahálózat helyreállításáig a lakosság segítésében, valamint ezeknél a nehéz, nagy tömegű vastraverzeknél a mai nap folyamán be kellett vetni, alkalmazni kellett a Mi-17-es helikoptereket is. A Magyar Honvédség feladata továbbiakban is az, hogy amíg ott a helyzet megkívánja, amíg a áramszolgáltatást vissza nem tudják állítani az érintettek, addig a Magyar Honvédség jelen legyen és segítsen ennek végrehajtásában. Köszönöm szépen, én ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen, vezérezetes úr, és most megkérem Papp Károly rendőrvezérornőt, a országos rendőrfőkapitányt, hogy tartsa meg beszámolóját. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogy március 15-én a Belügyminisztériumban a sajtótájékoztatón bejelentettem, az áram kimaradással érintett valamennyi településen a folyamatos rendőri jelenlétet a Borsodabony-Zemplén megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság a készenléti rendőrség személyi állományának a megerősítésével 24 órában helyszíni váltásban biztosította. Ennek a fokozott közszereti szolgáltatásnak köszönhető, hogy a területen, a térségben az ismerté vált bűncselekményeket valamennyit a rendőrök felderítettek és elfogták az elkövetőket. Vezetéklopás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 esetben történt, mind a 7 elkövetőt elfogták a rendőrök, 3 főt előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság,
2 fő bűnügyi őrizetbe, 2 fő pedig jelenlegi szabálysértési őrizetbe van. Borsodabolcs-Zemplén megyében az érintett térségben 1 vezeték lopás kísérlete történt, megtörtént az elkövető elfogása, bíróság elé állítása, és a bíróság 300 000 forint pénzbüntetés szabott ki az elkövető tettével összefüggésben. 974 rendőr közel 13 000 órában teljesített közszereti szolgálatot, és 752 polgárőr közel 5300 órában segítette a rendőröknek a munkáját és a tevékenységét. Ezen túlmenően a katasztrófa védelmi operatív törzs szállításához és a helyszínben a légi felderítéshez a készenléti rendőrség helikopterét rendelkezésre bocsátotta az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint a rendőrök részt vettek a katonai és a speciális szállító járműnek a felvezetésében és a térségnek a biztosításában. Más jellegű jogsértés az érintett 4 rendőrkapitányság területén nem történt, nem vált ismerté. Szeretném megköszönni a lakosság és a polgárőrségnek az együttműködését és a támogatását, ami a rendőri munka iránt megnyilvánult az elmúlt napokban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, főkapitány úr. Amennyiben kérdésük van, kérem, tegyék fel. Parancsoljon. Messzes Boglárka, Magyar Televízió, és kormány szóvívő úrtól szeretném kérdezni, hogy az MSZP azt mondta ma, hogy csúcson van az államadóság, illetve a Jobbik azt mondta, hogy újabb 100 milliós megszorítás jöhet ebben az évben, hogy erre hogyan reagál a kormány? Hát általában pártokra a kormány szóvívő nem reagál, de az államadóssággal kapcsolatban azért szeretném helyretenni a dolgokat. Tehát teljes tévedés azt állítani, hogy Magyarországon jelen pillanatban nőtt volna az államadóság. A helyzet a következő. Először is a kormányváltáskor, tehát 2010 tavaszán a jegybank adatai alapján 85,3%-os volt az államadóság GDP arányosan. Ugyanezen adatok 2012 negyedik negyedév végén, tehát az utolsó negyedév végén, ahonnan vannak GDP adatok, egész pontosan 79%. Amire a szocialisták hivatkoznak, ugye ez a 80% fölött van a magyar államadóság, egy dolgot nem vesz figyelembe, hogy a magyar kormány a kedvező piaci feltételek okán, nem csak a dollár kötvény kapcsán, hanem a hazai jegyzésű állampapírok kapcsán is engedte a túljegyzést, tehát a előre lejegyzendő mértéken felül értékesített állampapírokat, ezáltal egyfajta tartalékot növelt. Ez ugyan nominálisan emeli az államadóságot, de mivel ez a tartalék államadóság csökkentésre van lesz elköltve, kiváltás lesz elköltve, ez jelen pillanatban akkor látjuk az érdemi releváns államadóságot, hogyha az államadóság számból ezt a tartalékot levonjuk. És az azt jelenti, hogy nagyjából jelen pillanatban 78% és 79% között van a magyar államadóság. Tehát kétféleképpen is tudom értékelni. Az elmúlt év vége óta mintegy 0,5%-kal csökkent az államadóság, csak még nem lett letörlesztve, hiszen még az esedékes törlesztési idők nem jöttek el. A másik dimenzió, amiben értékelni tudom, hogy a kormányváltás óta több mint 6%-kal csökkent Magyarország államadósága a GDP-hez viszonyítva. Parancsoljon! Herr Orsai vagyok a Hír Televíziótól, visszatérve a sajtótájékoztató témájára. Holnaptól, illetve már ma is komoly széllökésekre, hófúvásokra lehet számítani. Újabb riasztásokat adtak ki. Felkészültek-e? Milyen intézkedéseket vezettek be és fognak bevezetni annak érdekében, hogy ne forduljon elő az előző katasztrófa? Illetve kormány szóvivő úrtól kérdezném, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztése szerint emelkedhetnek a szocpol támogatásnak az összege. Lehet-e már tudni erről bármilyen részletet? Ha nem, akkor pedig a kormány mikor fog erről tárgyalni? Köszönöm. Kezdem akkor én. Tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium által vizsgált szociálpolitikai támogatások változtatásával kapcsolatban akkor tudok beszámolni, hogyha az a kormány elé került, és a kormány bármilyen érdemi döntést hoz. Az, hogy mikor kerül a kormány elé, az attól függ, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium mikor terjeszti ezt a kormány elé. Tehát nyilvánvalóan ez egy olyan terület, amely nagyon fontos, és a kormány mikor bevezette, akkor is megérte, hogy folyamatosan monitoringozni fogja a területet. Ez le is játszódott az elmúlt időszakban rendszeresen. Ennek alapján gondolkodik a Nemzetgazdasági Tárca azon, hogy milyen módosítások lehetségesek, milyen irányban lehetségesek, de várjuk meg
amíg ezek a módosítások legalább egy előterjesztés formájában megszületnek, és a kormány érdemben állást tud róla foglalni. A másik megállapítás, illetve a másik kérdése kapcsán nem kívánom belőzni az urakat, én csak egy általános állásfoglalást mondanék, hogy az állami szervek minden tekintetben felkészültek teljesen természetesen a következőkben, esetlegesen bekövetkező katasztrófa helyzetekre, de a részletekről az urak tudnak beszámolni. Azt terveztük, hogy az első téma lezárása után egy pár dolgot erről mondunk, mert ennek aktualitása van. Ahogy egyébként a valamennyi magyarországi média már megkapta, eső, később hó és viharos szél, helyenként, esetenként hófúvás is előfordulhat. Ennek a rövid lényege, hogy péntek éjfélig rendelkezünk konkrét meteorológiai előrejelzéssel. Ez szerint a Dunántúlon délutántól pedig a Dunatisza közén, délnyugati részén, valamint Pest, Bács, Kiskun megyékbe a széllökések meghaladhatják a 70 km/h, a Dunántúl középső részén akár a 80 km/h is. Késő estétől, és ez a hangsúlyosabb, amit most mondok, mert az, hogy szél van, ennek is van veszélye, kidülhetnek fák, lesodródhatnak gépjárművek az utakról, de igazán a késő estétől északkeleten kialakuló viharos szél az, amire szeretném most itt fölhívni a figyelmet. A Miskolc, Polgár, Debrecen vonaltól keletre körülbelül 1-7 centi hó hullhat, ezen belül nagyobb mennyiség elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében várható. A viharos szél elsősorban Borsod és Szabolcs megyékben, valamint Hajdú-Bihar északi felén okozhat hófúvásokat. Borsod keleti részén, főként a Zemplénbe, a Bodrog közbe, illetve a Nyírségbe akár hótorlaszokat emelhet a szél. Ezért ezt a közleményt kiadtuk a délutáni órákba, és fölhívtuk az utazók figyelmét a óvatosságra, az erőszélbe jelentkező veszélyek kezelésére. Természetesen a hatóságok figyelemmel kísérik ennek a prognózisnak az előrehaladását, és megfelelő intézkedéseket fogunk életbe léptetni, amennyiben ez szükségessé válik. El szeretném mondani, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknek a 2 perces indulási készenléti létszáma jelen pillanatban 1524 fő, összesen 307 tűzoltóeszközzel tudunk beavatkozni haladéktalanul, és 449 különleges szerrel. Ezek még egyszer hangsúlyozom, 2 perces indulási készenlétbe állnak, és nyilvánvalóan, hogy a fejleményektől, a prognózistól függően teszünk további hatósági vagy korlátozó intézkedéseket. Ebbe átadnám a szót a főkapitány úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim! Érintett megyei rendőrfőkapitányságok szolgálati feladataik során képesek arra, hogy a kialakuló helyzetet megfelelően kezeljék, utakat részlegesen vagy teljesen lezárjanak, a forgalmat eltereljék, illetve ha szükséges, akkor a mentési munkálatokban részt vegyenek. Az a szakmai protokoll minden rendőrfőkapitányságon rendelkezésre áll, hogyha nagyobb rendőri létszámra van szükség, akkor relatíve rövid időn belül a pihenő napjukat töltő rendőrök is a szolgálati helyikre berendelhetők. És hogy ez hogy működik a szürke hétköznapokban, önök és a polgárok megtapasztalhatták a hét első napjaiban, amikor Győr-Moson-Sopron megyében, Pest megyében és Nógrád megyében is lefagyások, ónos eső, kamion elakadások voltak, és akár a rendőrség tájékoztatása, akár a rendőri beavatkozás a közútkezelőnek a gépeinek a felvezetése zökkenőmentesen zajlott, és relatíve rövid idő alatt sikerült a megfelelő közlekedési viszonyokat ezekben a térségekben biztosítani. Köszönöm szépen. Még egyetlen egy apró megjegyzést. Kollégámnál van, minden újságírónak szívesen átadjuk azt a térképvázlatot, ami alapján a most általam elmondottak világosan látható. Parancsolj. Vezérfőnök úr. Köszönöm szépen. Csak szeretném megerősíteni azt, amit első gondolatomban elmondtam, hogy a honvédségi erők, technikai eszközök, személyi állomány mindaddig a helyszínen marad, míg a helyreállítási munkálatok be nem fejeződnek. Ezzel szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy a helyreállítási munkálatok azok még nem fejeződtek be. Nagyon jól tudjuk, hogy abban a térségben elsősorban nem a nagy hó okozta a problémát, hanem a sok eső, a csapadék, az ónos eső, amely rárakódott a vezetékekre, az oszlopokra, és az ezzel együtt járó nagy viharos erejű szél. Most hasonló jellegű előrejelzéseket hallhatunk, tehát tartunk attól, hogy ez nagy-nagy mértékben fogja
befolyásolni a helyreállítási munkálatok folytatását. A többi katonai szervezeteinknél pedig a szokásos rendben tartják a készenlétben katonai eszközöket, személyállományt, és a riasztásnak megfelelően tudjuk ezeket az eszközöket biztosítani. Köszönöm a figyelmüket. Parancsoljon. Többféle véleményt is lehetett olvasni magának a helyzetnek a kezeléséről, egyebek között azt is, itt most egy civil véleményt idézek, hogy az autópálya kezelő alapvetően mulasztott akkor, amikor nem kezdte el időben sózni az utakat, nem kezdte el még akkor a síkosságmentesítést, mielőtt még eszkalálódott volna a helyzet. Terveznek-e olyan intézkedést, mondjuk ez nem tudom, hogy Bakondi főigazgató úrhoz, vagy kormányszóvivő úrhoz illetékesebb ez a kérdés, terveznek-e olyan intézkedést, hogy gyorsabban reagáljanak az autópályások, mint tájékoztatás, mint pedig síkosságmentesítés tekintetében? Köszönöm. Akár a Magyar Autópálya kezelőnél, akár bármely más olyan szervezetnél, amely bármilyen formában részt vett az elmúlt hét problémáinak kezelésében, nyilvánvalóan ez az egész folyamat számtalan olyan belső eredményt is hozott, amely egyrészt az eredményességet mutatja, másrészt esetleg megmutatja azt, hogy mely területeken érdemes még fejlesztéseket tenni, akár informatikai, akár mondjuk információs felületek ezek, legyen az az autópálya kezelő vagy más terület, ezeket folyamatosan nézzük, és a szükséges fejlesztéseket a szükséges megtesszük. A sózáshoz csak annyit mondok, hogy a nem szakmám, de ezzel együtt az a tapasztalatom viszont, hogy bizonyos hómennyiség és hónos eső esetén ezek az elősózások nem sokat érnek, mert a hófúvás azonnal behordja és nem olvasztja el őket. Ezzel kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy azért érdemes a Magyarországon kialakult helyzetet nemzetközi kontextusba tenni, és világosan lehet látni azt, hogy Nagy-Britanniától Belgiumon át Ausztriáig vagy akár Szlovákiáig milyen problémákat okozott ez a rendkívüli helyzet Európában, milyen súlyos problémákat okozott, sok esetben súlyosabb és hosszantartóbb megoldásokkal, mint Magyarországon. Ne felejtsék el, hogy például Belgiumban több százezer autó ragadt az autópályákon, vagy például Franciaországban több mint két napig kellett raboskodniuk, vagy pedig hát a szónak más szavakkal is kiegészíthetjük ezt a gyorsvasútnak, az utasainak, mert nem tudták a francia hatóságok elérni. Ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek, mint magyar társaik, 100-120-130 kilométeres szélben nagyon nehéz megközelíteni hófúvásokkal ilyen típusú eszközöket. Parancsoljon! Be van? Most már igen. Törökendem az RTL híradót, a Bakondi György főigazgatót szeretnék kérdezni. Sajtóértesülések szerint Pintér Sándornak a jelentésében az állt, hogy volt késlekedés a kommunikációban. Ezt nem tudom, megerősíti vagy cáfolja, erre reagálnak, érem? A jelentés jelen pillanatban miniszterelnök úrnál van. A jelentés tartalma ugye nem nyilvános. A miniszterelnök úr jelentést elolvassa, megvizsgálja, és az viszont már nyilvánosságra került, hogy a jelentés végül a Magyarországgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága elé kerül, és a Honvédelmi Rendészeti Bizottság megtárgyalja, majd utána nyilvánvalóan tájékoztatja a sajtót és a nyilvánosságot erről. Amennyiben nincs több kérdésük, úgy megköszönöm a részletes tájékoztatást, önöknek a figyelmet és további szép napot kívánok. Viszontlátásra!